Gábor Ferenc barátunk a Partiumból, szintén egy nagyon érdekes adalékokkal és tulajdonképpen a magyar írtásnak egy következő fejezetével. Most már itt vagyunk a 20. század 18-19-ben, mert akkor is történt nagyon sok magyar írtás. Parancsol. Én azt hiszem, hogy nem én is a mikrofont. Jó? Elég hangosan beszélek? Na, akkor lekapcsolom, jó? Aztán remélem, hogy nem zúg be. Sokszor rám szólnak, hogy nagy a szám. Tehát hogy is kezdhetnénk? Bizonyára kevesen vannak, akik ismerik a Fekete Körös Völgyét, az ottani magyar közösségeket. Bizonyára még kevesebben vannak, akik hallottak az ottani magyar írtásokról. Mert történelemkönyvekben nem jelenik meg, történészek nem beszélnek róla, tabu témaként kezelik például azt a kiváltságos tényt is, hogy 1919 tavaszán a román bevonuláskor egyedüli településként, egyedüli közösségként csak a köröstárkányok fogtak fegyvert a román bevonulás ellen. A Székely hadosztály támogatták meg. 200 ember lépett a Székely hadosztály kötelékeibe, hogy ellentálljanak a román bevonulásra. Tehát még egyszer megérzem. Büszke vagyok erre. Egyedüliként csak Köröstárkány volt az, aki fegyvert fogott a román bevonulás ellen az akkori történelmi Magyarország területén. De visszatérnék a helyi közösségnek a bemutatására. Nagyon régi ősrégi települések elszigetelve a magyarságtól a Fekete-Körös völgyében helyezkednek el ez a 8 magyar lakta település, illetve még 2 az úgynevezett alsóvölgyben. Köröstárkány, Kisnégerfalva, Belényes város, Körös Jánosfalva, Belényes újlak, Belényes Sonkolyos és Magyar Remete ennek a 8 magyar településnek a neve, illetve az alsó folyázó pedig Gyanta és Tenke. Köröstárkány határában olyan elnevezések is vannak, mint például Kokáért a Szalakos, Szalák, tudják, Szala, törzsi összejövetek helyét jelöli, törzsi vetélkedők, gyűlések helyét jelöli, a Tárkány név régi méltóság nevet takar egyes kutatók szerint, mások szerint méltóság név, más kutatók szerint Szakály és Kovácsnak a neve ezt támasztja alá, hogy vasöntvény salak, avarkori vasöntvény salak darabokat találtunk Köröstárkány településtől körülbelül 1 kilométerre. Mások szerint a tárkányok a tudás átadói voltak, tehát mindenképpen nagyon, a magyarság számára nagyon-nagyon fontos területet jelöl, illetve maga az elnevezés is. Az itteni magyar közösségeket a tömmagyarságtól hatalmas nagy őstölgyesek választották el északon, északig egészen Nagyváradig, nyugaton pedig Nagyszalontáig. És ennek az elszigetelségnek köszönhető az, hogy ezek az emberek, ezek a közösségek megtartották úgy archaikus, ma is beszélt nyelvüket, és ősi viszonyrendszerüket, iratlan törvény és szabályaikat, azokat a törvények és szabályokat, amik egy közösségnek az életben maradását tették lehetővé, és törvényeket, szabályokat, amelyek közül nagyon sok még ma is él. Ezek a közösségek, ugye elhangzott az előző előadásokban, magára maradás, a magára hagyottság, ugye ez a közös magyar sorsunk, ugye Tisza Istvánt is, ugye a gazok elintézték. Egy magyar sort. Ezek a magyar közösségek, akikről beszélni akarok, a románok többször is úgymond elintézték.
ki akarták őket írtani, el akarták őket űzni a szülőföldjükről. Mivel hogy magukra maradtak, magukra voltak hagyatva. Vagy beszélhetnék úgy az erdélyi magyarságról. Közös magyar sorsunk ez, amit megélünk már évszázadok folyamán. Úgy, mint személy, úgy, mint közösség, úgy, mint nemzet. Ez összefonódik. Összefonódunk, ugye így vagyunk egészek. De addig, amíg itt az előző előadásokban is elhangzott, de nem csak történelmi leírásukban, dolgozatokban, szakdolgozatokban is elhangzik a magyar, illetve az erdélyi magyar írtások, a bánáti magyar írtások, eladdig a fekete-körös-völgyi magyar írtásokról, mint ahogy mondtam az előbb is, a szakma hallgat. Pedig 1919 tavaszán, amikor már vége úgymond a háborúnak, a román bevonuláskor két magyar településen rendeznek vérfürdőt a románok. Ők már készülnek a fekete-körösi magyarságról kiirtására, a román pópák, ügyvédek, tanítók, értelmiségieknek az agitálására, fegyvert fognak, fegyverrel jönnek haza a háborúból, nem úgy, mint az én nagyapám, akivel itt a Mária Terézia raktanyában letétették a fegyvert a kommunisták. Már mindig azt mondta, hogy itt volt, amikor megirtkolták Tisza Istvánt. És letétették a fegyvert. És ment haza, felült a vonatra, a nagyvárat belényesi vonatra, a román katon ott szorongatta a fegyverét a kezébe. Akkor megkérdezi, mire kell ez neked? Hát vége a háborúnak, velünk eldobották a fegyvert Budapestre. És azt mondta a román katon, nekem eztán kell. Nem tudták, hogy miért. Akkor még nem tudtam megpámsolni, hogy miért. Tehát itt elhangzott az előző előadásokban, ugye minden meg volt tervezve. Volt nemzet stratégiájuk a bennünket körülbelül nemzeteknek. Nekünk nem volt, és sajnos elmondhatom azt, hogy nincsen most sem. Amikor nem beszélünk leszakított nemzet testekről. Amikor nem beszélünk olyan tettekről, vagy a közösségi tettekről, melyekre méltán büszkék lehetünk, melyekből méltán tudnánk erőt meríteni, amelyek méltán példai értékűek lennének a mi számunkra is, és az elkövetkezendő nemzedékek számára is. Vajon miért tiltják előlünk, vagy miért dugják előlünk ezeket a dolgokat? Visszatérve a történelmi eseményekhez, 1919. februárjában megvédendő a fekete-körös-völgyi magyarságot, a Szigetosztály Verbőzi század a február 26-án bevonul a fekete-körös-völgyébe, és Verbőzi százados Tárkányba építi ki a támaszpontját, mondjam úgy, támpontját, és kéri a köröstárkányiak segítségét a román elleni harcokban. Most a tárkányok nem csak úgy 200 fiatal embert adnak a székelyhadosztálynak, hanem az állátmányába is nagyon nagy mértékben besegítenek. Élelmiszert, lévén, hogy leggazdagabb magyar falu voltak a fekete-körös völgyébe. Ugyanis 132 település közül ez a 8 volt magyarok lakta, szintiszta magyar akkor is már csak Köröstárkány volt. A többi vegyes lakosság, román, magyar, vegyes lakosság. Tehát élelemre is ellátták a székelyhadosztálynak a katonáit. Sajnos 1919 húsvét nagyszombatján megtörténik az elkerülhetetlen, ugyanis az úgynevezett veres csapatok a szinte fekete-körös völgyével párhuzamos sebes-körös völgyébe csúcsánál megfutamodnak a románok elől, és akkor bekerítés fenyegeti a fekete-körös völgyében lévő székelyhadosztály embereit, honvédjeit, csapatait Nagyváradnál. Ezt elkerülendő Verbőci visszavonja a csapatait a fekete-körös völgyéből, de mielőtt még kimegy, felszólítja a tárkányokat, hogy hagyják el a települést, hiszen a románok minden bosszújukat rajtuk fogják kitölteni. Lévén az, hogy egyedüli magyar falu, aki fegyvert fogott ellenük, a leggazdagabb magyar falu a környéken, és irigyelt nem csak a környéki románságtól, hanem eleve
a távérdembe vett románság is nagyon-nagyon rossz szemmel nézte a tárkányokat. Volt olyan meghatározás is, hogy azt mondták, hogy a tárkány az a magyar Spárta. Most ez az embereknek az életvitelét is elmondja, illetve karakterét, jellemét. Ugyanis könnyű fegyverfogni, védekezés, megvédeni a szülőföldet, az anyaföldet, a helyet, ahol élsz. Amikor te gyepőnök leszáll ottta is, mert sok történet szerint gyepőnök is voltak a tárkányok. Most tudjuk azt, hogy gyepők ugye nem csak az országnak a természetes határain voltak elhelyezkedve, hanem bentebb is, gátolva, lassítva az ellenségnek az előnyomulását. Tehát, hogyha magyar királyunk, annak idején, vezetőink, vezéreink, az őseinket gyepőnöknek rendelték arra a helyre, ahol éltek, meg élünk, akkor ezt a gyepőrséget komolyan is vették. És hozzáteszem, vesszük ma is. Csak most nem természetes határokat védünk, hanem a magyar nemzetnek a kulturális, illetve nyelvi határai. Még ott áll, még áll az a gyepő. Visszatérve újra a történelmi eseményekhez. Jár az időm? 8 perc. Még sok. Hát akkor nagyon sietek. Verbőcök kivonul a Fekete-Körös völgyéből, bevonulnak a románok, megjegyzendő, együtt volt a húsvét, román húsvét, magyar húsvét, ortodox, illetve katolikus húsvét, és elkezdik gyilkolászni a köröstárkányi magyarokat. 91 embert öltek meg, három napon teljes mértékben kirabolják a falut. Kotlót és Csirkéstől, a lisztes ládákat, a jószágot kikötik, tehát csak a csupasz maradnak, falak maradnak a faluban. 91 embert tölnek meg, 204 árva marad után. Egy hét múlva, amikor visszajönnek az emberek, ott találják ugye a csupasz falakat, de ott vannak az anyák, akik özvelen maradtak, akik árvákkal maradtak. És akkor ezek az anyák elindulnak, a szomszéd román falvak, mert ők rabolták ki a tárkányokat. És megkeresnek egy-egy tehenet, egy-egy gyökröt, mert már mindegy volt, hogy vagy meghalnak, megülik őket a románok, vagy éhen halnak. És valamennyit az elrabolt javakból visszaszereznek. És újra kezdik az élet, újra teremtik az életet. Egy újabb támpontunk ez nekünk, hogy létezett egy ilyen nemzedék, ugye? Azok, akik életben maradtak, akik újra tudták teremteni az életet, újra tudták vinni a magyar életet a Fekete-Körös völgyébe. Ugyanaznap, 1999. április 19-én a szomszédos Kisnyégerfalván is összeszedik a férfiakat, barbár módon, mert ugyebár azt mondom barbár módon, mert a barbár törzségnek volt az a szokása, hogy a férfiakat legyilkolják, a nőket, gyerekek pedig asszimilálják. Ott 17 embert ölnek meg. Ugyanez a helyzet, ami 19 kapcsán megtörtént Köröstárkányban, illetve Kisnyégerfalván megtörténik 1944-ben Magyar Remetén, illetve Gyantán. Ott is minden ok nélkül összeszedik a férfiakat Magyar Remetén, 1944. szeptember 23-án bevonuló román csapatok, és 41 embert legyilkolnak, közöttük egy anyát, aki nem hagyja a 14 éves fiát. Na, ha nem hagyod a fiad, akkor téged is meggyilkolunk. Ugyanezek a csapatok másnap szeptember 24-én Gyantára vonulnak meg, ott 43 embert ölnek meg, közöttük egy kettő éves kislányt is. Mi ez, ha nem barbárság? És még gyorsan szeretnék elmondani néhány dolgot, ha elnök úr, sietni fogok. A gyantai történéseknek az anyagát most gyűjtöm. Viszont már kiderült, hogy ott egy vegyes házasságból született Brigyát Tiberiu, vagy Brigye, magyarul Brigye Tibor nevezetű kapitán gyilkolta a magyarokat, Mocsonszky, Leonard Mocsonszky, lengyel származású román tábornok parancsára. Még annyit ez a román tábornok, illetve ez a román kapitány, a háború után el voltak ítélve, a kapitány 6 évet kapott, a tábornok pedig 7 évet, de most már utcákat, tereket neveznek el Mocsonszky tábornokról.
Gyorsan mondom, tehát ez a következő könyvnek a Tűzzel vassal lesz a címe. Tudjuk azt, hogy miután átálltak a románok augusztus 1943-ig átálltak a szovjetek oldalára, akkor már szeptemberben brassói lapokban, bukaresti lapokban olyan felhívások jelentek meg, hogy lépjenek be a románok a Manyugárdába, a úgynevezett voluntárok önkéntesek csapatába, és Tűzzel, vassal foglalják vissza Erdélyt, annak árán is, hogy magyarokat meg kell ölni. Ezek a gárdák megalakultak, és akkor következett ugye be Magyar Remete és Gyanta. Na most ez a Brigye, ugye, aki vegyes házasságú, ez a vegyes házasságnak a egyik veszélye is, hogy el kell dönts, hogy hova áll egy pillanatba. És az a pillanat akkor jött el, amikor parancsot kapott Mocsúszkitól, hogy ezek az embereket, magyar embereket meg kell ölni. Állhatott volna el, ugye, mert a többi román tívsz nem vállalta. Ők azt mondták, nem, mi nem csináljuk. És ez a Brigye, Tiberiu Brigye Tibor elvállalta, legyen folyó magyarokat. Tehát választott oda hát az erő és a többség mellé. Viszont ott volt a csoportban, a halálra szántak csoportjában, ott volt egy Molnár, akit ő ismert. És azt mondta, te Medrának hívták, magyar ember volt különben, a nevelem is annyira magyar hangzás, te Medra, gyere ide ki mellé, mert tudom, hogy rendes ember vagy, a többiek persze nem. Gyere ide mellé, és hozzá még egy embert magaddal. És azt mondja ez a Molnár, hogy még én egy embert hozok, egy segédemet, máskülönben nem megy a malom. Odahozom el a segédjét, a Todinka Lajost, Ludovik Todinkát, és azt mondja ez a Todinka, megszólal, hogy nekem ott van a feleségem is, meg ott vannak a fiaim is. Hát mit keresnek ott? Hát, magyarok. Na akkor ott maradnak, te meg itt. És ez a román ember is válaszul elé került, ugye? Válaszolni a nem maradt ott a román katonák mellett, hanem visszament a magyar csoportba, és őt is agyonlőtték a románok. Na most ezeket az eseményeket én irodalmi eszközökkel dolgozom fel, mert a körülményeket, a környezetet is szeretném minél jobban az emberek közelébe hozni, mert azért szörnyű dolgok történtek ott. De még egyszer mondom, emberek, akikre fel tudunk nézni. Emberek, akik nem hagyták a szülőföldjüket, nem lett belőlük migráns, pedig csak 100 kilométerre volt a magyar határ. Nem migráltak onnan el. Felnevelték az árváikat, újra bútorozták a házukat, hogy a tető maradt csak a fejük felett. Akkor is újra bútorozták a házaikat. A románok nem tudták elvenni, úgy, mint most a bankok. Újra vetették az életet adó földet, mert az adta az életet. Nem váltak meg tőle, azt sem tudták elhúzni a románok, de most eladják, hányan és hányan, ugye, eladják az életet adó anyaföldet. A másik dolog az, még egy percet, csak egy percet, elnök úr, még jó? Egy percet. A másik dolog az, hogy amiről még gyorsan el szeretnék mondani, hogy az oktatás. Annyi mindenre megtanítják az ember, a gyerekeket, a fiataljainkat, annyi mindent a fejükbe tömnek. USA történelme, Szovjetunió, Izrael történelme, Ausztrál történelme. De egy dolog, a szülőföld történelmét nem tanítják. Azt a zsebkendő, annak a zsebkendő területnek a történelme nem tudunk, nem akarják, hogy a gyerekek tudják. Hát így könnyebben ki lehet őket szakítani. Nem ismerik elődjeik tetteit. Épp azért, hogy ne legyen kötődésük, ne kötődjenek elődjeikhez, szülőföldjükhez. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Gábor Ferencnek az előadását. Én egy-két gondolattal kiegészítem, mert nagyon fontos, mert ő láttam, hogy az időszorításában nagyon érzed magad, és ezért. Mondotta volt, ugye, hogy a román katona fegyverrel jött haza. Kérem szépen, ez egy döbbenetes dolog, és hogy még megerősítem még vérlázítóbb dolgokkal, amire természetesen a marxista történészek meg a mai írvások elhallgatják, meg csípőből hazudnak, mi szoktak mondani az oroszok. Tehát csípőből hazudnak ebben is a liberális történészek. Másfél millió magyarországi katona jön haza a frontról 1918. novemberében, decemberében. A másfél millióból a 910-es népszámolási magyar arányt nézem, 54,4%, ebből körülbelül 816 ezer a magyar anyanyelvű. Azon kívül volt 40 ezer ruszin katona, akiről nagyapám azt mondta volt, hogy tudod, ezek, és akkor még
ilyen liberális marhasságok őt még nem kötötték, hogy politikailag korrekt, meg hogy nevezem, meg mint nevezem. Mindig azt mondta, hogy te tudod, unokám, ezek a rácok, meg az oláhok, meg a tótok mindig a hátunkba vágták a fegyvert, bezeg a ruszin katonának magyar fegyvert lehetett adni a kezébe. Nagyapám teljesen egy józan paraszt ember volt, nem ilyen izé. Ja. Különféle liberális gondolatokkal megfertőzött. Tehát kérem szépen, vagy 850 ezer katon, ezt leszerelik. Hát ahelyett, hogy az egy részét legalább fegyverbe tartották. A másik a Károly Mihály kormányárulása. Erdélybe kezdenek szerveződni a román nemzeti gárdák. Mondván, hogy ők a saját falujukat meg ott megvédik. Honnan fedezik, hol fegyverzik őket föl, aki a fegyverét nem vitte haza? Károly Mihály parancsára a magyar király, a királyi honvédség laktanyáival fegyverzik fel a román nemzeti gárdákat, amelyek aztán szépen az 5000, mert november elején 5000 román királyi katona tör be Erdélybe, azzal a hadicéllal, hogy a Tiszáig elfoglal a történelmi Magyarországból 137 ezer négyzetkilométert. 137 ezer négyzetkilométer Kelet-Magyarország és a történelmi Erdély összterülete. És jön 5000 román katona, hogy elfoglalja. Károly Mihály jóvoltából ez gyakorlatilag sikerült is, ugye? És kérem szépen, Károlyi kormány parancsára a magyar honvédség raktáraiból fegyverzik fel a román gárdákat, sőt az állam kincstárból kapnak pénzt. Döbbenetes dolog. Másik még a 44-es dolgokról, amit Feri barátom mondott, 44-et. Kérem szépen, augusztus 30-ára tervezték a román puccsot. Miért augusztus 30-ára? A bécsi döntés negyedik évfordulója, hogy majd azzal lehet a bocskoros román katonát átállítani a német oldalról, szovjet oldalra, hogy azt mondják, hogy foglaljátok vissza Erdélyt. Csak ugye vörös hadsereg ott toporzék volt elég sokáig ott Moldvában, meg Jassé-Kisinyov környékén, aztán végre megkapta az üzemanyagot, na mi volt a legfontosabb üzemanyag a vörös hadseregnek? Vodka, nem a benzin. A vodka sokkal fontosabb volt, az volt az első számú üzemanyag, berúgott az ukrán front, lezúdultak a Havasalföld, és 20-a körül már ott toporogtak Bukarest előtt, és akkor csinálták meg a puccsot, hogy kérem szépen át kell állni a szovjetekhez. Ez egy ilyen hadtörténeti tény, de ezek is hozzá van, és utána a tordai csata az, amelyik ott fölfogja egy ideig a szovjeteket és a németeket, aztán meg a debreceni páncélos csata. Tehát, amely Kurszk után a legnagyobb csata volt a második világháború, a páncélos csata, ezt a marxista törzsek megint lehazudják természetesen. Miért mondanának igazat, mert az ugye a szovjet dicsőséget az egy kicsit kisebbítette volna az elmúlt évtizedek történelmi tankönyveiben.